Szeptember 4-én remek hangulatú kosár dzsemborit tartott a Városi Sportcsarnokban és a Dife Kosárligetben. A Deles Képviselőhelyett Egyesület szinte egész nap pattogott a kosárlabda a rendezvény jó voltából. A délelőtt folyamán az utánpótlás játékosok vetélkedője zajlott, és mivel az esemény kiegészült nyílt nappal is, így az érdeklődő szülők és gyermekeik is kipróbálták ezt a sportágat a nap folyamán. A részletekről Pápa Krisztián, a Deles Képviselőhelyett Egyesület elnöke tájékoztatta a televíziónkat. A mai napunk egy kosaras találkozó, tehát a kosárlabda népszerűsítése elsődleges célunk, utánpótlás játékosok, szülők, majd délután érkeznek a felnőtt csapat játékosai, 3v3 mérkőzéseket fogunk játszani. Az egész napi program úgy épül fel, hogy akkor volt egy bemelegítés, majd pedig négy csoportra vannak osztva a gyerekek, és akkor ilyen játékos vetélkedőket felváltva a körforgóba végeznek. Majd ki fogom menni a kinti Dife Kosárligetbe, ott fogjuk majd folytatni a hivatalos megnyitó részével. Ezt követően lesz majd egy tombola, sorsolás, kint szabadjáték, és párhuzamosan pedig fő üsben a slambuc a kollega át, és akkor egy jó ebéd után pedig még egy kis levezetés gyanán, kis dobálás lesz, hogy elköltsönnek a kinti kosárligetbe. A kosárlabda az nagyon népszerű sportág, a labdajátékok királynője. Fizikailag, fizikálisan, szellemi képesség oldalról, illetve szociális oldalról is fejleszti az embert, illetve a gyerekeket. Fizikális oldalról mozgáskoordinációt, rugalmasságot, a egyensúlykészséget, erőt, izmot fejleszt. Szellemi képesség oldalról a helyzet megfigyelést, a problémamegoldó készséget, az akaraterőt, a kitartást erősíti és tanítja meg az ember részére, illetve a csapatmunkában való erőt és a szociális oldalról pedig a társadalmi beilleszkedődést is tudja majd segíteni. Tehát maga a csapatjáték, úgy gondoljuk, hogy nagyon jó dolog, és ami a legfontosabb, a játék öröme miatt jöjjenek ide hozzánk, mert azon kívül az edzéseink azok turbulensek, tehát igencsak elfáradnak a gyerekek, ez a visszajelzés, viszont sokat fejlődnek, és jó érzéset érnek haza. Ezáltal jönnek vissza, és évre-évre egyre többen csatlakoznak hozzánk. Szóval, figyeljetek, legelsőnek simán ügyesebbik kézzel kell vezetni a labdát, megfogsz egy gólját, az első három embernél lesz gólja, ott is, így van, nagyon ügyes, és a következő lesz a feladat. Vezeted a labdát, lerakod egy általad kiválasztott zsámolyra, és amőbázunk, jó? Az edzői stábunk az 6 fő. Van egy szakosztályvezetőnk, Kovács Attila, aki egyben utánpótlás edző is. A Kis Andrea tanárnő a technikai vezető, egyben utánpótlás edző. Máté József a szervezési vezető, egyben utánpótlás edző, illetve Kati Imre, Fülöp Patrik és Dóra Bálint szintén utánpótlás és felnőtt csapat edzőként vannak jelen a csapatban, Sipos Norbert kollégám pedig a gazdasági vezető egyesületnek. Ami még jó hír, hogy a Derecskei állomáson mellett, Derecskén kívül 17 éves fennállásunk után hoztunk egy döntést még a Covid előtti időszakban, csak a Covid-e sajnos ketté törte, hogy térségi szinten gondolkodjunk, ezáltal örömmel jelentettem, hogy jövő hétre indulnak a Berettyújfalóban az edzéseink. Sikerült a legnagyobb általános iskola igazgatónőjével együttműködés megállapodást kötni, és nagyban támogatja azt, hogy Berettyújfalóban is elindítsuk utánpótlás képzésünket kosárlabda oldalról. A délután során kint a szabadban, a Dife Kosárligetben folytatódtak a programok, a megnyitón Pápa Krisztián, az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Óvodai korosztálytól egészen felnőtt korcsoportig minden korosztály számára tudjuk az edzéseket biztosítani. Négy csapatot fogunk versenyeztetni, U9, U11, U12 is felnőtt csapat. És akkor a záró gondolat az nem más, mint a Hemingway idézet, amit nagyon komolyan veszünk, nem csak mondjuk. A sport megtanít becsületesen győzni, vagy emelt fővel veszíteni. A sport tehát mindenre megtanít. Úgyhogy kedves résztvevők, köszönjük szépen, hogy kilátogattatok, és hajrá Dife, hajrá Derecske! Köszönjük szépen!